Sziasztok, ez itt az Esély Lesőként, Bíró Dávid, itt van mellettem Haraszti Ádám és Szabó Pít is. Hello, hello, sziasztok! A mai napot is a Premier League-gel fogjuk kezdeni, manchesteri derbi lesz, United lesz otthon, a City lesz idegenben. A meccs, amikor magához térhet a Manchester? De melyik? Menetelnek a bajnokságban, mindketten. Nem láttad a Unitednek a nagyszerű fordítását a West Ham ellen? Ez a baj, hogy láttam az első félidőt, meg láttam a másodikat is. Volt lehetősége fordítani, így kezdődik a dolog, a másik meg, hogy aztán a Lipcse ellen aztán megint meg volt a lehetőségre, hogy fordítsanak, csak nem igazán jött össze a Bajnokok Ligájában. Hú, ez milyen kellemetlen volt az a Lipcse meccs, pedig az tipikusan az a mérkőzés lehetett volna, ami tökéletesen Unitednek van kitalálva. Jönnie kell a Lipcsének, nekik nyerniük kell, Unitednek jó az X, szét lehetett volna őket kontrázni. Ugye, ha már Manchester City-vel játszanak, ugye Pep Guardiolánál szoktuk mindig azt mondani, hogy hát kicsit túl gondolta. Na, most vagy az van, hogy Solskjaer is ezt kicsit túl gondolta, vagy kicsit leegyszerűsítette a dolgot. Ugye nekem az az érzés, hogy nem gondolkodik. Igen, én is arra gondoltam, pont azért, mert ugye hazai pályán azért szépen lepofozták ezt a Lipcsét, ami pontosan ugyanolyan felállási formában játszott azon a meccsen, mint most, itt támadásban gyakorlatilag ilyen 3-3-4-et játszottak. A Manchester United pedig azon a hazai mérkőzésen, hogy ezt a gyémánt felállást alkalmazta, hogy gyakorlatilag a középpályán megvoltak az emberek, elől is megvoltak az emberek a három védővel szemben, és nem tudta felhozni a Lipcse a labdát. Nos, Solskjaer szerintem elkövette azt a hibát, hogy azt gondolta, hogy több védő, jobb védekezés. Ugye ezt az öt védős rendszert 5-2-1-2-t játszottak, csak így a középpályán meg a Lipcse könnyedén létszámfőnyes szituációból tudott kerülni. Utána meg a középpályásokra be kellett lépni a szárnyvédőknek, Álhainóiknak folyamatosan nagy területük volt, és ezt gyakorlatilag az első gólnál teljesen kijött. Hát Nagelsmann befűzte az oktatófilmet, de itt ezt inkább lehet, hogy Solskjaer rontotta el. Mit gondoltok Solskjaernek az egész éves teljesítményéről? Meddig bírhatja még el a Manchester United Solskjaert a kispadon, és tudom, hogy megvannak továbbra is a támogatói, tudom, hogy a Manchester szurkolók körében még mindig nagyon sok helyen népszerű, ez talán ez a legjobb szó rá, de érdemes lenne talán most már a váltás mellett dönteni. Bármilyen váltás. Önmagában oké, persze lehetne ebből a keretből is többet kihozni, sőt, de hogy nem az edző a legnagyobb probléma a Unitednek szerintem még mindig. Tehát, hogy sokkal, tehát feljebb is vannak elég komoly problémák, és ezek nem oldódnak meg, addig cserélgethetik itt az edzőket, szerintem igazán komoly előlépés addig nem feltétlenül várható, sőt. Tehát főleg úgy, hogy nem is tanulnak a hibáikból, ráadásul azok, akik ott vannak. Szerintem az a kérdés, hogy akkor mi a cél a Manchester Unitednél, mert szerintem a BL hely az meg lesz nekik, csak hogy a világ leggazdagabb csapatának elég az, hogy van egy edző, aki így nagyjából boldogan tartja a játékosai többségét, hogyha őket nem mondjuk Paul Pogbának hívják, és hogyha be tudja küldeni Bruno Fernandes csereként, vagy ha ott van kezdőként a pályán, akkor valamiféle támadójáték is kirajzolódik, hogyha nincs a pályán, akkor nincsen támadójáték sem. Kontrázni azért tudnak, ezt adjuk meg Solskjaernek, hogy a kontrajátékot jól megszervezte mindig, mióta a Manchester United edzője, meg a védekezést is itt a szezon elleni bizonytalanság után, pont az, hogy Pogbát kivette és megerősítette a középpályát, kicsit rendbe tudta rakni, de hát előrefelé nagyon világos koncepció nem rajzolódik ki a Manchester Unitednél. Oda kell adni Bruno Fernandesnek a labdát, aki meg ebben egészen lubickol. Ugye ezért bent ilyen egyszerűen az aklimatizálódás ugye Sportingból a Unitedből, mert ott ugyanez volt. Mindent odaadtak neki, old meg, hát ugyanez van itt is. És itt azért az látszik, hogy amúgy megoldja. Tehát ugye pont a West Ham elleni meccsen ugye kapott egy ő cserélhetőbe a fél időben, meg Rashford érkezett a fél időben, és megfordult a játék. Tehát, hogy meddig lehet bízni abba, hogy majd Fernandes megoldja? Egyelőre úgy tűnik, hogy még ezzel a kártyával játszott Solskjaer. Csak tényleg az igazi kérdés, amit Pete is feszeget, hogy ez meddig elegendő a Manchester Unitednél, mert ennél meg nyilván maga a klub összességében teljesen egyértelműen sokkal többre hivatott, és a befektetett pénznek az ellenértéke nem látszik megjelenni igazából a bevételi oldalon, ami az eredményeket illeti. Azt talán látszik, hogy Pogbának eddig volt elegendő ez, hát és most látszik, már elegendő. Hallatszik, meg olvashatod most már, érted? Tehát gyakorlatilag hogy a szócsöve az megjelent, beindult, és elkezdte mondani a magáit, hogy a minorája a személyében. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog kipörgetni nekik ott majd a gyümölcsös a játékmasinát. Pogbából addig akartak bűnbakot csinálni, amíg végül teleszar lett. Tehát most már tényleg nincsen jó szezonja, eddig ez nem volt igaz, úgyhogy gratulálok.
Oké, de hogy Pogbaék részéről ez mennyire volt egy jó döntés, már csak úgy, hogy most december eleje van, de december végéig biztos, hogy nem tud sehova igazolni, vagy megy a biznisz a háttérbe, hogy akkor irány Torino? Hát figyelj, nagyon sokat már így se játszik egyébként, úgyhogy ilyen szempontból teljesen tök mindegy, hogyha még ráadásul most nem tudom, hogy néz ki a karácsonyi program, meg itt ez a környéket, hogyha még abban az őletben sem kell részt venni, az se biztos, hogy nagyon nagy baj neki, sőt, akkor lehet, hogy még egészségesebb is tud maradni, hogyha valaki hajlandó kifizetni a cechet érte, itt esetleg a téli játékadalási időszakban, vagy találnak valami megfelelő refinanszírozási konstrukciót, akkor ez szerintem meg ilyen win-win szituáció. Szerinted kezdeni fog ezen a mérkőzésen? Biztos, hogy nem. Egészen biztos, hogy nem. Aki még szintén nem fog kezdeni, az Martial és Cavani, akik sérülés miatt valószínűleg kihagyják ezt a mérkőzést. Rashford megoldja itt a 9-es problémákat, szerintetek? Hát figyelj, ha kontrázni kell, akkor ebben szerintem Rashford alapvetően jól szokott működni, tehát jól használja ki a helyzeteit, megvan a tempója is hozzá, összjátékban is jó, tehát erre abszolút tökéletes ember szerintem. Mi a helyzet kapusposzton? Ugye volt egy DH sérülés, egy nagyon rövid ideig megkapta a lehetőséget Dean Henderson, de aztán rögtön visszakerült DH a kapuba. Hát ez az, hogy pont ez a baj, hogy nem a lehetőséget kapta meg igazából Henderson, hanem be kellett ugrani a cserekapusként, hozni amit tud, aztán itt az ő lehetőséget még a Unitednél igazából nem kapott arra, hogy egy meccsnél többet a kapuban lehessen egymás után. Igen, csak akkor meg minek kellett visszahívni, és nem tenne inkább jót neki, főleg egy Európa-bajnokság előtti szezonban, ahol gyakorlatilag biztosan ő lenne az angol válogatott első számú kapusa mellett. Ford minősítetetlen, Nick Pope borzasztóan túlértékelt, Henderson meg egy marha jó kapus, csak hát nem véd. Kicsit lesajnáltuk ezt a United-et, de talán a játékstílusok különbsége miatt ez lehet, hogy kicsit feküdni is fog a hasz, hogy a City valószínűleg jönni fog, és a United-nak pedig kontrázni kell, amiben kifejezetten jó ez a csapat. Tehát nem szabad leírni a United-et ezekkel együtt? Biztos nem, hát ezt mondjuk gyakorlatilag minden alkalommal, amikor a United ilyen mérkőzésre készül, meg ezt látjuk, és aztán vissza is kapjuk tőlük. Tehát, hogy ebben Solskjaer jó, ezt elmondhatjuk, meg ez látszik, és csak megint akkor az, amit te is szoktál feszegetni sokszor, egy Manchester United szintű vagy nevű klubnak ez megfelelő vagy elegendő. Hát én nem vagyok United szurkoló, nekem ez kicsit kellemetlen. Igen, nem. Senki nem tudta, de jó, oké. A City-vel kapcsolatban azért talán a City szurkolóknak jó hír lehet, hogy azért kezd magára találni ez a csapat, és nem csak az eredményekben, hanem főleg játékban. És itt azért ez a 4-2-3, ahogy úgy néz ki, hogy beválni látszik. De most ezt nem a 4-2-3-1-re húznám, mert ezt játsszák egész szezonban. Itt ugye mindig ez van, hogy akkor mindent a formációból vezetünk, lehet 4-2-3-1 is lehet 600 féleképpen játszani. Itt mindig az, hogy hogyan osztod el a játékosokat, tehát másként játszik a... Hogy töltöd meg tartalommal? Szóval, mit akartam mondani? Ja igen, hogy hogy osztod el a játékosokat, és milyen szerepköröket kapnak a pályán, tehát nem mindegy, hogy mondjuk Gündogan ott seggel végig Rodri mellett, vagy mondjuk támadóbb szerepkört adsz neki, és előre mehet a támadásokkal, vagy mondjuk harmadik védőnek kell visszahúzódnia. Ez mindig ettől függ, most azért a City legalább már azt csinálja, amit az elmúlt években megszoktunk tőlük, hogy a kicsiket, azokat jól lepofozza, tehát simán verték a Burnley-t is, simán verték a Fulhamet is. Az sem állt, hogy azért az elmúlt két mérkőzésen már játszott ugye Benjamin Mendy, tehát volt valamennyi szélessége a csapatnak, és ez volt szerintem korábban egy probléma, főleg támadásban, hogy nem volt senki, aki a szélességet biztosítsa, mindenki befelé játszott. Nyilván ez a dupla szűrős megoldások még mindig annak a kompromisszuma, hogy Fernandinho-t két embernek kell pótolnia, Rodrinak meg Gündogannak. Ők tesznek ki egy Fernandinhót, az ő tulajdonságaik együtt. A Citynél ugye David Silvát nem sikerült sehogy se pótolni eddig. Igen, ez fontos kérdés, hogy Fernandinho akkor ezek szerint akkor tudatosan maradt ki a csapatból, mert ugye az egészségével nincs probléma. Nem tudom, mennyi idős azért ő is, most már ez is lett egy érdekes, meg felmerülő kérdés, de tavaly meg ugye az volt a vicces, hogy ő gyakorlatilag a védelembe kellett állandóan visszarángatni, és ezért nem tudott játszani a középpályán. Kíváncsi lennék, hogy Guardiola fejében egyébként ezzel kapcsolatban mi a helyzet, vagy most mit gondol róla, vagy mi az, amit esetleg nem tudunk Fernandinhóval kapcsolatban. Folytassuk az Everton-Chelsea találkozóval, és az Evertonról rég beszéltünk, amikor legutóbb beszéltünk róluk, akkor magasztaltuk őket az egekbe, és ahhoz képest a mostani Everton az nem néz ki olyan jól, mint ahogy kinézett mondjuk a szezonnak az elején. Igen, de az is egy érdekes dolog, hogy ilyen szempontból meg a sorsolás baromi kegyes volt az Everton. Az oké, a Tottenhammel játszottak ugye korán, az még azért egy olyan csapat, akik azóta vezetik ugye a bajnokságot, aztán jöttek ugye nem is tudom, Brighton meg hasonló mérkőzések, és aztán találkoztak a Liverpool-al, oké, ott még kijött egy döntetlen, és azóta igazából fogyott el a tudomány Ancelottinál is, úgy tűnik. Hát a legutóbbi 7 meccsből egyet nyertek meg. Nem már túl erős bánne. Nagyon durva. Mi itt a probléma? Ugye volt itt egy taktikai változtatás egyébként Ancelotti részéről. Lehet ezt okolni, vagy érdemes ezt okolni? De érdemes, mert nem véletlen, hogy most a legutóbbi mérkőzésükön a Burnley ellen már egy újabb kényszerű cser miatt már visszaálltak erre a 4-3-3-ra.
Nyilván megvolt annak az ok, hogy Ancelotti elsőkor miért döntött úgy, hogy változtatta bevált formán, mivel nyerték folyamatosan a meccseket. Hát azért nem tartott sokáig az ellenfeleknek rájönni arra, hogy ez a James Rodriguez ott a jobb oldalon nem tud védekezni, tehát nem követi a felfutó játékosokat, nem tudja zárni a passzsávokat. Ugye a Liverpoolnál ebből kapták az első gólt, a majdnem ugye a Van Dijk sérülés előtti szabadrúgás, az szintén abból jött, hogy Rodriguezzel nem jöttek vissza a szám, nem tudom, szintén azon az oldalon vertem meg az Evertont. És jó, akkor 3-4-3, és akkor Rodriguez kicsit előrébb játszik, de berakom plusz egy védőt. Arra meg szerintem nem alkalmas ez az Everton keret, pláne azt követte, hogy az első ilyen próbálkozás után a Fulham ellen megsérült Luka Dinh, és nem maradt szárnyvédője a csapatnak, tehát amikor már Tom Davis-szel meg Alex Iwobival játszott szárnyvédőt, akkor az nem fog jól kinézni, miközben egyébként meg a védői szintén nem alkalmasak arra, hogy mondjuk felcipeljék a labdát és támogassák az akciók felépítését. Ez az Iwobi-féle szárnyvédő pozíció, ez szerintem rendkívül érdekes, mert hogy Iwobi megint nem ott játszik, ahol neki kéne játszania, és akkor van előtte terület, akkor látszik, hogy labdával tök ügyes, meg nagyon jó, csak 20 beadásából egy talál embert nagyjából. Mert Iwobi is nem szélső, de soha nem volt szélső. Tehát ő játszott úgy szélsőt, hogy szélről kezdett és folyamatosan befelé jött neki. Tényleg az fekszik a legjobban, amikor a védelmi vonalak között kis területen fel tudja venni a labdát, és azt fel tudja cipelni, meg tudja tartani nyomásra, le tudja osztani. Ő abban jó, hogy előrébb juttassa a labdát, nem abban, hogy kicselezzen embereket a vonal, mert betossza középre a labdákat, hogy felvegye és előrébb juttassa, aztán valaki majd kiosztja az utolsó paszt. Iwobi egy 8-as. Iwobi egy olyan 8-as, aki egy igazán kreatív játékos mellett tudna nagyon jól kinézni, csak hát senki nem játszott őt egész pályafutás alatt ebben a szerepkörben, még akkor nézett ki a legjobb, amikor Wenger is később még Emery is a baloldali félterületben játszotta, és ugye a Kolasinacnak kellett üresbe adogatni a labdákat, meg a szintén ott nyomás alatt tartotta meg a ráfelpasszolt labdákat, de ő nem vonalszélső, meg nem szárnyvédő. És akkor mit gondoltok így összességében, hogyha ha Iwobi itt játszik, akkor legalább játszhat, ő így értékeli, mert ugye eddig nem is játszott ebbe az Ancelotti féle Evertonban. Jó, csak ez meg hogy mondjam, tehát amikor nem az adottságaidnak, meg nem a tapasztalatodnak megfelelő pozícióban játszol. Most egy kérdés, persze beválhat ez a dolog is, mert aztán Victor Mosesnek is be tudott jönni, de ott se az volt, hogy egyik pillanatról a másikra bedobták, hanem az előszezontól kezdve Conte felépítette rá akkor ezt a pozíciót, és szépen bele tudott szokni. Iwobinak erre igazából nem volt lehetőség, vagy nem tudom, hogy foglalkoztak ezzel korábban, de az biztos, hogy egyelőre nem áll jól neki, és nem is jutott volna szerintem, nekem biztos, hogy sem eszembe soha korábban, hogy őt ezen a poszton kipróbálják. Ancelotti valószínűleg azért változtatott egyébként itt a taktikán, pont amit te is mondtál, Pete, hogy kiismerhető lett nagyon gyorsan ez az Everton. De a változtatások, azok újra kiismerhetetlenítették ezt a csapatot? Mert én azt látom, hogy így egyszerűen se támadásban nem jó ez a csapat, se védekezésben nem elég pont, jó. Hogy nem is, pont azt szerintem, vagy azt a tippelném, gondolom, hogy a probléma elsősorban Ancelottival kapcsolatban, hogy azért nekem kicsit az az érzés, hogy ilyen régi sémákban gondolkozik, és na, ezt viszont tényleg könnyű kiismerni. Szerintem támadásban nem rossz az Everton, tehát azzal, hogy ott van még mindig Calvert-Lewin, Richarlison és James Rodriguez, tehát nem dolgoznak ki kevés helyzetet, viszont az megfigyelhető, hogy például a saját térfelükön rengeteg labdát szólnak el, pont azért, mert nincsenek meg ezek a mintázatok, hogy például ki kell hozni a labdát, és mondom, nem is biztos, hogy minden játékosuk alkalmas erre, de persze ez egy kényszer megoldás volt, mert ugye megsérült először Coleman, akkor Godfrey nyilván nem jobb hátvéd, úgyhogy rosszul is nézett ki jobb hátvédban, de úgy játssza három belső védő, hogy nincsenek szárnyvédői, tehát az sehogy nem nézhet ki jól. Beszéljünk a Chelsea-ről is, és Giroud kapcsán azért érdemes megint róla beszélni, hogy mindig, amikor leírjuk őt, akkor így előránt egy olyan teljesítményt, amivel így, hát így mindig azt érezzük, hogy á, basszus, ez a Giroud, ez mégiscsak egy nagyon jó játékos, még mindig. Csodálatos futballista, csodálatos férfi. Azért csak rúgott 4 gólt a BL-ben, meg a bajnokságban is a hétvégén, úgyhogy lehet, hogy ezzel jelezte, hogy az nem biztos, hogy elhagynám Londonnak ezt a részt. Nem is, pont nem biztos, hogy ezt jelzi. Pontosan azt jelzi, hogy van még élet az öreg kutyában, és hogy igenis lehet rá számítani. Ő szeretne játszani szerintem az Európa-bajnokságon, ahhoz nyilvánvalóan szüksége van az, hogy folyamatosan játszon. És erről beszéltünk itt azt hiszem a múlt héten is már, ugye nem véletlen merültek fel akár ugye az internacionális pletykák is. Biztos vagyok benne, hogy lenne azért más csapat is, amelyik tudna még Olivier Giroudból bőven gólokat is, meg gólpasszokat is, meg egyáltalán tényleg jó teljesítményt kihozni, mert az egyértelműen látszik, hogy van benne, és az meg a másik ügyet meg egyébként sem feltétlenül a góljai alapján kell megítélni, mert egy nagyon hasznos játékosról beszélünk, akinek a világ bármelyik csatár sorában lehetne egyébként még mindig szerintem lehetősége, és tudna jó teljesítményt nyújtani és segíteni a csapatok játékát. Tudom, Barcelonában Braithwaite helyett, jó Giroud. Hát lehet, hogy elcserélném Braithwaite-re, azt nem tagadom, de ugyanakkor meg az Interes döntést én nem érteném, mert ott is Lukaku lenne előtte, nyilván, és Lukaku cserébe lenne. Meg ki ez áll jól, hogy egy rotációba tudod forgatni, mert nyilván Giroud
összjátékban jó, meg minden jól fejjel, meg tudja tartani a labdákat, minden, amit már ezerszer elmondtunk, meg elmondott mindenki vele kapcsolatban, de hogyha meg ráépíted a támadójátékodat, akkor kicsit ezzel limitálod is magadat, mert viszont vannak olyan tulajdonságai, hogy nem tud fordulékony, nem tud futni, baromi lassú a csávó, de hogyha egy bebedobod, meg rotációban használod, mint ahogy egyébként Lampard is használta sokszor a Chelsea-nél, csak hát amikor meg bedobtak, meg olyan jól játszott, hogy utána nem lehetett kivenni a csapatból, és most is ez a helyzet. Hakim Ziyech ugye megint megsérült, és most már ott tartunk, hogy simán elbírja ez a Chelsea, akár ő, akár Hudson-Odoinak a hiányát? Nem. Nagyon nem. Hudson-Odoinak a hiányát nem játszik, tehát az ő hiányát azt nem kell elbírni, most lehet, hogy fog játszani, de inkább Pulisic fog visszatérni a kezdőben, aki meg egy másik fajta játékos, mint Ziyech. Ziyech elképesztő mennyiségben tud kulcspasszokat kiosztani, és magas minőségű helyzeteket kialakítani. Ugye a szezon elején sérült volt, de azóta, mióta rendszeresen játszik, azóta az egész Chelsea keretében a legmagasabb várható gólpassz értéket ő produkálta, de torony magasan, tehát 90 perces átlagban dupla annyit, mint a mögötte jövő játékos, és ez nagyon megdobta a Chelsea-nek a támadójátékát, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy azt a fajta kreativitást, amit Ziyech nyújtott ennek a csapatnak, azt hogyan fogják tudni pótolni esetleg James, illetve Chilwell a másik oldalon fog még többet beszélni a támadásokba, vagy esetleg Havertznek kell majd most már szintet lépni ebben a tekintetben. Akkor ha meg kéne nevezni valamit, hogy mitől kezdett ez a Chelsea működni, akkor attól Ziyech visszatért a pályára? Azért azt se hagyjuk ki szerintem a számításból, hogy azért volt ideje Lampardnak, nem csinált hülyeséget, és beindult, hogy mondjam, tehát tök egyértelműen látszik. Egyrészt az is nagyon fontos, hogy működik a csapatnak a védekezése, van végre tűnik egy használható kapusuk is, és tehát most nem akarom azt, hogy beérett a munka, mert ez így önmagában azért mennyem eléggé hülyén hangzik, de az biztos, hogy érte, tehát Lampardot nem piszkálták, ez a csapat szerintem, mondom, tehát összerakta, működik, és látszik, látjuk az eredményét. Folytassuk a spanyol focival, ugye a hétvégén madridi derbi lesz, Real Madrid, Atletico Madrid összecsapás, és itt a legutóbbi, azt hiszem, hogy a legutóbbi esélyesök adás premierje alatt volt egy ilyen kisebb vita egy Atletico Madrid kapcsán, hogy szerintem tegyük helyre ezt a csapatot, azért ez a csapat úgy kezdett el nagyon jól működni, hogy ez a csapat már nem úgy focizik, mint mondjuk a két évvel ezelőtti Atletico Madrid, ez egy nagyon-nagyon jól támadó brigáddal változott át. A második legtöbb gólt szúgták. Úgy egyel rúgtak kevesebbet, mint a Real Sociedad, hogy még mindig két meccsel ugye kevesebbet játszottak. Ugye abszolút, de ez egyébként az Atletico-ra már az előző idényben is részben igaz volt, persze nem úgy támadnak, mint a Manchester City, meg a Liverpool, de sok helyzetet dolgoznak ki, és minőségi helyzeteket dolgoznak ki, csak ezeket az előző idén még nem nagyon tudták berúgni. Most is, hogyha megnézzük a számaikat, hát a várhatóan kapott góljaik mennyisége azért 8 körül van, kaptak rá 2, tehát Oblaknak is elképesztően jó idénye van, de azzal hogyha még nem is lenne Oblaknak jó idénye, akkor is övék lenne a második legjobb védelem, picivel lemaradva a Bilbao mögött, tehát nincs ezzel a csapattal gond, és azzal, hogy Suárez szemében már van egy olyan csatárok, aki akár be is tudja rúgni ezeket a helyzeteket, ott van Llorente, aki szintet lépett, João Félixnek is sokkal jobb idénye van, meglátszik a szintlépés az egész Atletico Madridon. Amit még érdemes szerintem tisztába tenni, hogy ugye változott egy picit a felállások is, tehát már 3 védővel játszanak támadásban is, és nem 4-gyel, és nem 2 csatára, hanem papíron 1-gyel, de valójában 3-mal. És itt érdemes arról beszélni, hogy van egy ilyen, és ezzel mindig találkozok, hogy a 3 védős az nem jó, mert az olyan védekező felállás. És közben meg itt van az Atletico Madrid, akik meg úgy lettek támadóbbak, hogy elkezdtek 3 belső védővel játszatni. Tehát ezt picit felejtsük el azt, hogy ugye a magyar válogatottnál volt mindig ez, hogy 2 csatárral kell játszani, mert hát gólt kell rúgni, és hát 1 csatára az azt jelenti, hogy védekezésre állunk be, tehát ez nem így működik. Lehet támadó játékot játszani úgy is, hogy papíron 6 védővel játszol, vagy 5 védővel játszol, és lehet úgy is védekező játékot játszani, hogy összesen 1 vagy akár 0 csatárod van a pályán, tehát nem ez a lényeg, tehát az Atletico Madrid is nagyon szépen módosult erre a szezonra, jól működik az, hogy João Félix ott a félterületekben mozog, Suárez pedig leköti a védőket, és Marcos Llorente meg az üres területeket elképesztően jól támadja meg, és hát ha már Real Madrid, akkor úgy tűnik, hogy róla lemondani is. Igen, ezt hozzuk fel ezt a történetet, ugye őről nagyon könnyen mondott le a Real Madrid, úgy, hogy amikor nagyon kevésszer kapott lehetőséget, de amikor lehetőséget kapott, nagyon jól nézett ki egyébként vele a Real Madrid, és így simán lemondott róla, akit egyébként utána tegyük hozzá, Simeone azért az ő játékát nagyon megreformálta, és ugye az, hogy kitette szélre, tehát kvázi szupersztár csinál belőle,
Én azt gondolom. A Real Madridnál azért ennek van hagyománya, most akár annak is, hogy az Atletico Madridhoz passzolnak le játékosokat, a Juanfran ugye meddig volt meghatározott tagja például ennek a védelemnek, azért neki is volt, bőven közül a Realhoz, meg egyébként is rajta kívül is, tehát aktuális példákat, hogy emlegettünk folyamatosan már ebben a szezonban is, elég áll ki mire gondolni például, de bőven itt az elmúlt évekből tudnál felsorolni a játékosokat, nem is kell nagyon messzire menni. Most az, hogy ő pont az Atleticonál kötött ki, tök jó, tehát ennek ők kifejezetten örülhetnek, és van az meg a másik, hogy igen, Simeone hozzá tudott még. Nem is biztos egyébként, persze Simeone is hozzátett valamit az ő játékához, de egyáltalán az, hogy lehetőséget kapott és folyamatosan játszott, ez is baromi sokat számít. Suárezről beszélünk egy kicsit, ugye mindenki tudja, hogy milyen fórumokon mozgok azért elég sokat. És nagyon sokan mondják azt, hogy nagyon sokan mondják azt a hungarok, katalánok közül, hogy nem volt az egy nagy veszteség Suárez elvesztése, hiszen alig rúgolt. Ja, még mindig a legjobb számai vannak az egész La Ligában támadóként, de hát Braithwaite megoldja. De ugye, Braithwaite megoldja. Én most nem akarom Braithwaite-el kihelyezni ezt az adást, de nem, mert ő egy jó játékos, egy kis középcsapat. Abszolút, abszolút. Most mondjuk a Barcelona-nak a most valami ahol ott van, abszolút. Jó. Szóval Suárez játéka, nem csak a gólja, hanem a játéka nagyon meghatározó az Atletico Madrid kapcsán, és most erre a mérkőzésre visszatérhet, már valószínűleg megfelelő formában és erőlétben. Biztos, hogy sokat számít az Atleticónak, hogy mondjam, megint csak, tehát a világ bármelyik csapatában baromi sokat számít Luis Suárez, de nem is ez a lényeg, tehát most az egy dolog, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki be is lövi a helyzeteit, de egy kicsit hozzátesz a csapatnak a, hogy is mondjam, kevésbé kiszámíthatóvá válásához, és ez egy Suárezzel biztos, hogy kapsz még egy extra X-faktort a csapatodba. Megint az a kérdés persze, hogy milyen formában fog visszatérni ez a kihagyás most, akkor egyáltalán mennyire fog rajta meglátszani, és ilyen szempontból meg a Covid ugye azért is egy baromiért érdekes, vagy nem tudom, megint akkor ez olyan szempontból kiszámíthatatlanság, hogy nem tudod, hogy milyen hatása lesz hosszú távon azért az emberre, úgyhogy ilyen szempontból azért Suárezre még szerintem óvatosan kell figyelni. A Real Madrid kapcsán ugye a védelemet szittuk nagyon sokszor, hogy átjáróház volt, most vissza fog térni egyrészt Sergio Ramos is, másrészt meg a jobb hátvédek is felépültek. Megoldást jelentett mindenre, vagy azért van miért aggódni a Real Madridnak? Itt azért Ramosszal is szenvedett el érdekes vereségeket a Real Madrid az utóbbi időkben, úgyhogy önmagában egyetlen ember, vagy az ő személye nem biztos, hogy akkora előrelépés jelent. Az biztos tök mindegy, persze bármilyen esnek, hogyha neki futnak, jobbak a Realnak az esélye, hogy Ramos ott van a pályán. De szerintem beszéltünk a múlt héten is, hogy mi a baj igazából a Real Madriddal, és igen, tehát itt énkor nem feltétlen a védő sort kell elővenni, ami nagyon nem működik a Real Madridnál, az amit Zidane picit érthetetlenül erőltet ez a letámadás. Tehát intenzíven támad le a Real Madrid, de az nem jelenti azt, hogy jól is. Tehát így röhögve játsszák ki gyakorlatilag az ellenfelek. És különösen akkor látványos, hogyha nincs ott mondjuk Fede Valverde a középpályán, aki viszont ebben nagyon jó, és hogyha mondjuk az öregecske Modriccsal akarsz letámadni, az már nem biztos, hogy olyan jó megoldás, meg a szervezettségben sincs ott ennek a Real Madridnak a pressingje, hogy a legjobbak között kell őket emlegetni, és ennek köszönhető az, hogy viszonylag sok, meg magas minőségű helyzetet dolgoznak kellnük, tehát ilyen középmezőny teteje jelenleg a Real Madrid védelem, közben az előző idényben, amikor meg seggeltek rendesen, és csak helyenként jött elő, hogy akkor magasabban letámadjuk az ellenfeleket, akkor meg baromi jól működött a védekezésük, és a Sevilla ellen, ugye, amikor megnyerték az a legutóbbi fordulóban a mérkőzést, akkor is ott nézett ki jobban a Real Madrid labda nélkül, amikor már a saját térfelükön próbálták védeni a kaput. Nagyon sok Real Madrid szurkolói körben megjelentek a Zidane ellenes hangok, vagyis mondja, a Zidane kritizáló hangok, amik számomra furcsák, de ugyanakkor meg mint külsős, én értem, hogy miért szidják Zidane-t. Jogosak ezek a kritikák szerintetek? Zidane a francia szó sem. De mondjatok olyan dolgot, amit elmondtunk Solskjaerről, de nem igaz Zidane-ra, de most hagyjatok engem a BL címekkel. Végül is. Tehát figyelj, ha Solskjaernak odaraksz egy csúcsfájában lévő Ronaldót, Bélt, meg Benzemát, meg Kroos, meg Modricot, szerintem meg ő is megnyeri akkor a szerencsével, mint a Real Madrid tette Zidane-nal. Jó, de akkor megint. És nem azt mondom, hogy nincs hozzáadott értéke, mert Solskjaernak is van valami hozzáadott értéke a Unitedhez, csak szerintem mindkettő edzőnek nagyjából ugyanott vannak a korlátai. Tehát, hogy nincs játékuk konkrétan. De mondom, tehát én várom, hogy ez mondjuk miért nem igaz, meg majd a kommentek között is várom, hogy miért vagyok hülye, mert biztos, hogy az vagyok. Kellene frissíteni ezen a Real Madrid kereten? Az elég egyértelmű szerintem, már csak azért is, hogyha már szerintem azt se nagyon lehetett érteni, hogy nyáron miért voltak ennyire visszafogottak az átigazolási piacon, miért engedték el azokat a játékosokat, akikről folyamatosan beszélünk egyébként hétről hétre, akik egyébként ebben abszolút tudtak volna segíteni. Jó, az biztos, hogy az igazi problémát az jelentetét szépen lassan azért nyilvánvaló, hogy is fogalmazza, ki kell szuperálni majd Luka Modric is ott van a középpályáról, mert azért ő se lesz sokkal fiatalabb. Benzemának nyilván van még ideje, azért az ő hosszú távú pótlásán is biztos, hogy el kell gondolkozni, és azért ott a két szélen is nem tudom egyelőre, ott a fiatal brazil srácok szerintem annyira azért nem váltották meg a világot.
folytassuk a Hetafe Sevilla találkozóval, és a Hetafe kapcsán érdekes, hogy utoljára a Barcelonát sikerült neki legyőzni, ez október 17-én történt, azóta nem sikerült nyerniük a La Ligába, vissza is csúsztak ugye a táblázat második felére. Minek köszönhető ez? Mi a probléma? Ez nem ma kezdődött egyébként, tehát ha megnézed a Hetafének az eredményeit igazából itt a szezon második felében, a március óta volt kettő győzelmük, azt hiszem, az előző szezonban most oké, van idén már három, tehát ebből a szempontból akár még előre is léptek, de akkor megint csak egy olyan csapatról beszélünk, amely azért olyan nagyon erősen nem mozgott az átigazolási piacon, tehát hoztak körülbelül egy Diabit, aztán nagyjából azt, amit nem is állt. Nem is rossz, de a Hetafe az ugye egy nagyon furcsa csapat, mert egy atipikus spanyol csapat, egy brit csapat Spanyolországban, amelyik nagyon intenzíven támad le, és picit ebből a káoszból élnek, amit saját maguknak teremtenek ezzel az agresszív pressinggel és a második labdával való játékkal. Viszont ezt picit szerintem már kiismerték az ellenfelek, és jobban tudnak ellene játszani, és ebből is látszik, hogy egyrészt nem csak a támadójátékuk esett vissza, tehát ezekből a transitionokból végigvitt gyors akciókból kevesebb helyzetet tudnak kialakítani, de a védelmük is visszaesett, tehát sokkal több és sokkal nagyobb minőségű helyzeteket alakítanak ki ellenük, és szerintem ez a látványosabb visszaesés velük kapcsolatban. Hát azért a támadójáték is borzasztóan visszaesett, a harmadik legrosszabb XG mutatója van a Hetafénak, tehát igazából a helyzetbe kerülés is gondot okoz. Nyilván a sok beadás... Most nem akarok félbeszakítani, de az a Hetafénál meg pont a kettő összefügg, tehát azzal, hogy nem működik olyan hatékonyan a védekezésük, nem tudnak annyi labdát magasan megszerezni, így ezeket a gyors akciókat nem tudják végigvinni, vagy nem nyernek annyi párharcot, mert nekik ez is nagyon fontos eleme a játékuknak, akkor ebből adódóan kevesebb helyzetük is van. Tehát kvázi nem a támadó harmadban szereznek labdát, hanem valahol a fél pályán. És aztán egyáltalán, ha nem szerzel labdát, nyilvánvalóan akkor nem lesznek ilyen transitionből kialakuló helyzeteit, hiszen abból kellene, hogy induljanak ezek az akciók. Oké, a Sevillának szerintetek mennyire lesz gondja egyébként ezt a pressinget feltörni, főleg úgy, hogy mondjuk Jesús Navas nem játszik a jobb hátvéd pozícióban. Igen, pedig nagyon fontos a labda kihozataloknál, és ezt szerintem a Real Madrid ellen is láthattuk. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy ez a idézőjeles Rakitic-Banega cserem sült el egyelőre olyan jól, nyilván idézőjeles cserem, mert nem egy az egybe váltották ki egymást, de amit a Sevillánál még nagyon fontos szerintem az, hogy Reguilant sem nagyon sikerült pótolni, ugye a Real Madrid ellen már az az Aleix Vidal játszott bal hátvédet, aki ugye jobb hátvéd vagy jobb szélső, és ebben a szezonban egyébként meg alig játszott, a BL-ben nem is nevezték, tehát ott vannak komoly problémák, miközben az előző idényben a Sevilla támadójátékának jelentős részét tették ki Reguilantnak a felfutásai. Tehát ugye lehetett volna ugye a megoldás, de ő most ugye meg is sérült, igen, meg eddig se feltétlenül most azt szerintem, amire számítottak. Furcsa lehet egy kicsit, hogy jobb hátvéd posztra egyébként a Renn ellen Kundét küldte ki egyébként a Lopetegi mester. Játszott már ebben a pozícióban, de egyértelműen a középen volt igazán jó teljesítménye. Hát mondjam, tehát ha összehasonlított Jesús Navasszal, nyilvánvalóan beszélünk egy olyan játékosról, az egyik egy közép hátvéd, ugye Kundé, Navas meg ugye szélsőt játszott korábban nagyon sokáig, és néhány éve kezdett csak egyáltalán a védelem szélén játszani. Egészen más a feladata, egészen mások a tulajdonságai, nyilvánvalóan egy olyan játékos, aki alapvetően a védelem közepén szokott játszani, abban, hogy te felhozd a labdát, meg kijöjjél, kirobbanjál a saját térfeledről, abban nem fog tudni olyan mértékben segíteni, ha egyáltalán. A Sevillánál ugye a támadó játék elsősorban, ami visszaesett az előző szezonhoz képest, ezt egyszerűen ennyivel meg lehet magyarázni, hogy a szélső hátvédek nem tudnak olyan jól működni, vagy azért itt komolyabb gondok vannak? Hát meg ez a Banega-Rakitic váltás is nyilvánvalóan bele kell, hogy számítson ebbe. Tehát jó, volt már hasonlóra például, hogy a Sevilla történetében, csak akkor Rakitic mennyi 5-6, mennyi hány évvel volt fiatalabb? Jó néhány évvel, igen. Akkor volt ez a 10 gól, 12 gól, passz, vagy valami ilyesmi mutatója volt. Igen, amikor Emery a szurkolók nyomására változtatta meg a pozícióját. A Sevillánál van-e kapus kérdés? Ugye Vaszlik most sérült, de Vaszliket egy ilyen közepesen jó kapus, benne ezzel a baki faktorral, ami benne mindig is benne van. Figyelj, a Sevillánál szerintem azt érdemes megnézni, hogy mikor volt nekik utoljára igazán jó kapusuk. Nem tudom, Andrés Pál Lopot annak nevezzük? Hát... Azért a Prime időszakban Pál Lop nem volt egy rossz kapus, de nyilván mondom, nem kiemelkedő mondom, kapus. Oké, őt mondjuk, hogy akkor őt elfogadjuk annak, de azóta igazán jó értelem, és olyan emberekkel nyertek Európa Ligát, hogy Beto védett, érted Sergio Rico védett. Hát még Rico nem is volt annyira rossz szerintem. Hát ő is hol van szegény azóta, tehát Soria védett érted eldöntőben, ez nekem mondjuk régi veszőparipám, de hogy ez elég egyértelműen látszik a Sevillánál, meg ez egy kicsit szerintem a Monchi formulának egy fontos elem, hogy kapusra felesleges költeni, ő már csak tudja, hiszen ő is kapus volt, tehát most akkor ezen mit vacakoljunk, akkor jó lesz az a Vaclik gyerek is majd. Na, szerintem egy jó Vaclik nem jó, de Bono meg szerintem nem
rossz, legalábbis a számai alapján semmiképpen. Neki ugye volt egy kiemelkedő idény egy kieső csapatban, mielőtt leigazolta a Sevilla, mivel mások az elvárások egy Sevillában, mint egy gyakorlatilag kiesésre ítélt együttesben, ahol csak fogni kell, úgyis rengeteg gólt fogsz kapni. De jók a számai, tehát jól véd, jó most itt a Real Madrid ellen, aztán tényleg egy borzasztóan rossz meccse volt azon a gólon kívül, is volt pár egészen hajmeresztő megmozdulása, de ugye koronavírusból épült fel, gyakorlatilag alig edzett, szerintem nem volt túl jó állapotban, tehát hosszú távon szerintem nem egy rossz választás a Sevillában, nem egy kiemelkedő kapus, teljesen elfogadható teljesítményt tud nyújtani. És a félértések elkerülése végett, az emlegetett példák sem voltak rossz kapusok, csak egyikről sem beszélhetünk, úgyhogy na, olyan szintű klasszis, mint nem tudom, aki volt Iker Casillas éveken keresztül. Irány Olaszország és a Genoa Juventus találkozó. Hát Pirlónak ez a trendi, szexi, fancy focia egyelőre nem nagyon valósul meg, bár hogyha valaki megnézte mondjuk ezt a Barcelona meccset, akkor ott lehet, hogy látott valamit ebből. Hát hogyha ott látott valamit, akkor szemlesz nagyon gyorsan. Hát jó, én azért láttam elég sok hibát a Barcelona részéről. A sikert azért mérsékeli a szerény képességűvel ellenfél, tehát na. Sajnos okosak ezek a mondatok. Ott a Juventus rúgott 2-11-es, Ronaldo szépen belőtte, de hogy akcióból úgy nagyon nagy helyzetei nem voltak a Juventusnak, és az nagyjából majdnem minden mérkőzésükre jellemző, a Torino ellen borzasztóan szenvedtek az első fél időben, valami egyetlen kapuralövésük volt, az is 16-oson kívülről, tehát igen, nem, egyre nem, lehet, hogy trendi, de nem szexi az a foci, amit Pirlo játszott, és ilyenkor megint elgondolkodik az ember azon, hogy egyrészt kinevezni egy olyan edzőt, akinek aztán semmilyen tapasztalata nincsen, másrészt meg ezt egy olyan szezon előtt megtenni, ahol nincsen felkészülésed. Tehát egy edzőmeccset játszott a Juventus, azt a játékot, aminek Pirlo akar megvalósítani, hát annak azért minimum néhány hét felkészülés kellett volna a szezon előtt, most meg élesben próbál meg valamit kihozni ebből a dologból. Jó, csak közben meg eltelt, hogy azért most már jó néhány hét ebből a szezonból, meg sőt hónapok, meg véget ért ugye a Bajnokok Ligája csoportkere, aztán feltétlenül mégsem látod azt, hogy ez a Juventus majd nagyobb működni fog. És pont az a baj egyébként, hogy lehet itt Sarrira kicsit visszamutogatni, lehet, hogy a kerettel van igazából a probléma, és nem is feltétlenül. De pont erről, egyrészt ez egyik dolog, a másik meg, hogy tehát, hogy mondjam, oké, lecserélték az edzőt, de nem került oda egy olyan edző, akire azt mondtad, hogy jogosan elvárható tőle, hogy azonnal bármilyen csapatból ő most majd valami extra dolgot fog tudni kihozni. Oda tettek egy 0 kilométeres edzőt, tehát volt eddig egy olyan edzőjük, aki nem feltétlenül passzolt a csapathoz, vagy nem tudom, én azért Mauricio Sarri, na mindegy, nekem sosem volt a kedvencem, tök mindegy, nagyon bírom a fickót alapvetően, de szerintem egy kicsit azért, hogy túl volt hype-olva. De nem is ez a lényeg. Tehát az egyértelmű, hogy vele nem működött a csapat. Most oda tettek a helyére valakit, akinek meg semmiféle edzői tapasztalata nem volt. Miért vártuk? Az persze bejöhetett volna, meg lehetett volna belőle is, akár Zidán, sőt, még lehet is belőle végül is Zidán. De tehát jogosnak semmiképpen nem volt nevezhető ez az elvárás. Akkor Pirlo akar lenni az olasz Solskjær? Tényleg nem ül, de amúgy azt érdemes megfigyelni, Pitnek hogy... Pitnek jövő norvég mintás kurva kell jönnie. A Juventus az nem ebben a szezonban lett nem jó. De a nem jó Juventus van, azt jelenti, hogy nem ők a legjobb olasz csapat. Már az előző szezonban sem ők voltak a számok alapján a legjobb olasz csapat, mert az az Inter volt, de hát még akkor meg tudták nyerni ezeket a szoros meccseket, amiket most X-re adnak a Beneventók ellen, meg előtte Allegrivel is ugyanez volt a helyzet ott, és ezért a legtöbb Juventus mérkőzés az ilyen emberkínzással ért fel, tehát Guantanamo-ban így a rabokat azzal vallatták. De megnyerték ezeket a meccseket, és nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy például Ronaldo azért elég sok mérkőzés kiadott a bajnokságban, egyrészt koronavírus miatt, meg volt ugye, hogy pihentették, és hát általában ő volt az például az előző idényben, aki ezeken a mérkőzéseken azt az egyetlen egy gólocskát megszerezte, meg Allegri utolsó évében is. Oké, azért mondjuk pozitívumot, tehát Morata igen-igen magára talált itt a Juventusban. Játszik. Jól érzi magát. Hát az Atletico-ban is játszott. De neki ez kell, hogy jól érezze magát. Mm. És az Atletico-ban szerintem ez nem volt meg, de hogyha ő érzi a bizalmat, és nem azt az elképesztő nyomást helyezik rá, akkor ő egy nagyon jó játékos, hasznos játékos, 8 gólja van, meg 3 gólpassza. Baromi jól néz ki, amikor játszik. És ez az egyik pozitívum ennek a Juventusnak, a másik meg Weston. Quadrado meg Weston McKennie, akiből Pirlo kihozta az állatot. Ez lett volna az utolsó dolog, amire tippeltem volna. Én mondtam. Jó, hát nagyon sokszor Quadrado beadása menti meg egyébként a Juventusnak a pontjait, meg a mérkőzést, vagy akár a Ferencváros elleni meccset például. Szóval sok ilyen van. Ettől függetlenül ez a Genoa jelenthet bármilyen problémát ennek a Juventusnak, akik meg erősen jelentkeznek a Serie B jövő évi kiírására. Hát azért jelen pillanatban látunk arra utaló jeleket, hogy bármely csapat tud problémát jelenteni a Juventus számára. Igen, a Juventus annyira azért nem rossz, tehát támadásban a
a negyedik legjobb, de védekezésben meg a második legjobb az egész szériában, és itt ugye a támadójáték az, amin probléma szokott lenni, de hát ez a Genoa azért lehet problémás, mert ők nem tudnak támadni, tehát borzasztóak támadáson, viszont védekezésben meg ott vannak a tabella első felében, tehát itt lehet, hogy lesz vérhúgyozás. Folytassuk a Dortmund-Stuttgart találkozóval. Hát ez a Frankfurt ellen most nem nézett ki valami túl jól a Dortmundnak, és itt nagyon látszott, hogy Haaland hiányában kvázi 9-es nélkül azért ez a Dortmund nem ugyanaz a Dortmund. Ez megvolt, ez, hogy mondjam, tehát folyamatosan megvan az utóbbi években, amióta a Favre irányítja ezt a csapatot, hogy egyrészt ő úgy tűnik, nem tudom, nem akar egy 9-esnél többet a saját keretében tudni, és amikor az az egy 9-es, ugye ez volt sokáig Paco Alcácer, vagy az elmúlt években Paco Alcácer, amikor ő nem játszott, akkor ez megint csak meglátszott, hogy valami nem működik a Dortmundnál, és akkor próbáltat például Marco Reust az ő helyén játszatni, vagy volt, hogy Julian Brandt játszatni, nyilván ez alapvetően a csapatnak a játékát is átalakítja, mert nem csereszavatosak egész egyszerűen ezek a játékosok, tehát saját maga is tiltakozott az ellen már korábban is, hogy másik 9-ese is legyen, erre amikor lett Holland, akkor elküldték Alcácert. Oké, tehát megint csak ott sem feltétlenül ugyanaz a két játékosnak, vagy nem ugyanazok feltétlenül a legjobb szkíjei Alcácernek, mint Hollandnak, de volt egy olyan tipikus játékos, akit betettél bármikor csatának, és bármikor számítottál tőle a góra is, és működött vele a csapat játéka. Nincsen másik ilyen játékosa most megint csak a Dortmundnak, mint Holland, aki hasonló lenne egyáltalán csak, aki ilyen tipikus 9-es lenne, és úgy tűnik, hogy ezzel nem tud mit kezdeni a csapat. Ugye Brandt játszott 9-est ezen a meccsen, de talán Reus még ugye a tavalyi szezonban azért nem nézett ki annyira rosszul, nyilván nem volt ugyanaz a szint, mint Paco Alcácerrel, de valahogy így jobbnak éreztem a csapatot. Most Reus mégsem tölti be ezt a pozíciót. Hát még nem is biztos, hogy ez a baj. Nagyon sokszor is ez Favre csapataira nagyon igaz, hogy nagyon lassan jutnak el a támadó harmadba, és hogyha nincsen egy fókuszpontja ezeknek a támadásoknak, ami mondjuk legyen mondjuk Haaland, akkor ez nagyon nyögvenyelős tud lenni. Még itt a második számú csatát kérdés, az, hogy volt egy ilyen gondolat Dortmundban, hogy nem veszünk senkit Haaland mögé, mert ott lesz nekünk Mukoko, akit ugye annak ellenére neveztek már nyáron a felnőtt keretbe, 15 évesen, csak 16 éves korától játszott, azóta játszott egyébként minden mérkőzésen csereként beállva, csak hogy most így, hogy Haaland megsérült, egy 16 éves srácot fogsz berakni, akármennyire jó, mondjuk akár több mérkőzésre, és azért ez egy picit elhamarkodott, akármennyire is jó is Mukoko. Hát eddig csak csereként játszott, nem hiszem, hogy ő fog kezdeni, vagy ti tudjátok képzelni ezt a meccset, kezdőként indítja a Dortmundot? Azért elég erőteljesen. Bár mondjuk aztán fenét, hogy hát Favre-tól is bármi kiterít meg most, akkor ha már ott van, akkor miért ne, csak közben meg nem, biztos, hogy nem tesz jót egy ilyen fiatal játékosnak, hogyha ezt ilyen most három meccsen játszott a Dortmundban eddig összesen. Tehát, viszont hogy a Mukoko egy ilyen tipikus korai érett arc. Volt ez a Dortmund-Stuttgart U19-es meccs, mert jól emlékszem, hogy a Mester 3-as tőt nem is olyan régen, és ott azért megkapta ezeket az elég erős rasszista bekiabálásokat szegény srác még akkor 15 évesen, és abszolút éretten és profin kezelte ezeket a dolgokat, és akik ismerik, meg dolgoztak együtt vele, meg figyelték eddigi pályafutását, azt mondják, hogy nála nem is az a ami a legtöbb ilyen fiatal srácon, aki nagyon fiatalon bekerül egy nagy csapatba, a keretbe, akár játszik is, hogy ilyen accelerált, tehát hogy magas, meg gyors, meg gyorsabb volt, mint a korosztályából bárki, hanem Lukaku. Picit igen, de azért Lukakuból is láttuk, hogy azért mögötte van egy elég komoly játék intelligencia, de Mukoról meg azt mondják, hogy benne ez már most megvan, tehát nagyon éretten játszik a korához képest, ezért lehet például ott a Dortmund felnőtt csapatában. A Stuttgart viszont remekül teljesít ebben a szezonban, és ezt kár lenne a szerencsére kenni. Egyértelműen beszéltünk róluk, ugye, aki nem látta a múlt heti top 10-et, az nézze meg. Aki nem látta a múlt heti top 10-et, az nézze meg. Szóval beszéltünk róluk, mint a szezon egyik meglepetés csapata, tök jó sikerült a kiválasztás, nyilván van egy Sven Mislintet, akire Londonban annyira nem számítottak, vagy nem tudtak ott tartani, vagy nem akart ott maradni, az is egy vicces történet, de ezen a csapaton abszolút látszik a munkájának a nyom, ha megnézed, hogy milyen játékosok vannak ott, Vamangituk, a Kalajdzsics, és bőven lehetne ott még sorolni a játékosokat, akikről senki nem hallott korábban, feljutottak, visszajutottak ugye azonnal a Bundesliga 2-ból, és itt vannak és tartják magukat tényleg nem, hogy a víz tetején, hanem úgy néz ki, hogy ez a Stuttgart, ez simán közép mezőnyös csapat lehet. Hogyha láttatok a Werder elleni meccset, ott pont Vamangituka rúgott egy gólt az utolsó pillanatokban, hát és hát nem mondom, volt. Hogy cicázott, de gyökér. Hogy... Hát erre nem tudsz, bocsánat, erre tényleg nem tudsz más mondani, ez igazi gyökérség volt, amit csináltad. Ott megállt a gólban mondta, hogy ő igazából csak húzni akarta az időt. Uh-huh. Időt nyert, akart nyerni a csapat. Oké, értjük, hogy ez egy sárgalapot érő gól volt? Abszolút, teljes mértékben. Hát ez sportszerűtlenség, most attól függetlenül, hogy mi volt mögötte a szándék, ez azért megalázó. Abszolút. Jó, volt még, nem is tudom, jó pár évvel ezelőtt a francia bajnokságban Antep, nem tudom, megvan-e még valakinek, van-e játékosa volt, aki ugyanezt eljátszotta, de még a gólvonalon meg is állította a labdát, letérdelt és befejelte. Hát ezt még lehetett volna fokozni. Egyébként Vamangituka
tehát ő meg a szezon egyik nagy felfedezettje, egy óriási sztori a srác, ugye csatárként kezdett még a francia másodosztályban, ugye jó szezonja után elvitte a Stuttgart, ahol nem lőtt gólokat, de elképesztő gyors, nagy munkabírás volt, csináltak belőle szélsőt. Nagyon jó volt, tudta az egy az egyeket, most csináltak belőle szárnyvédőt, és van 5 gólja meg 2 gólpassza, és gyakorlatilag a ligának a legjobbja a posztján, úgyhogy egy újabb miszlintett remek mű. Ennyi volt már az esélyesek, viszont érdemes feliratkozni a csatornánkra már csak azért is, mert a holnapi naptól indul egy új műsor itt az Unibeten. Mindenképpen nyomjatok rá a feliratkozásra, velünk pedig jövő héten találkozhatok ebben a formában, addig is sziasztok! Sziasztok! Ja nem, oda!